Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Williams Televízió Becsési Magazin című műsorának április 22-i adását látják. Nézzük röviden a tartalmat. Egészség. Mától május 9-éig tüdőszűrést tartanak Vecsésen. Aktuális. A stúdió témája 2016. évi költségvetés. Jeles nap. Április 22-én tartjuk a Föld napját. Önkéntesek. Vecsés is csatlakozott a Teszed akcióhoz. Multidéző. 2007-ben nagyszabású takarítási akció volt a városban. Rendezvény. Ingyenes honvédelmi és rendvédelmi nap lesz az Epresben. Labdarózsa. Harmadszor rendezik meg a népdalkörök találkozóját Vecsésen. Kultúra. Német nemzetiségi délután tartottak vasárnap. Sport. A VFC mérkőzéseit értékeli Vince Gábor vezetőedző. A Vecsési Városgondok Nonprofit Kft. Április 23-án szombaton az András telepen és a Halmi telepen folytatja a múlt héten megkezdett lomtalanítást a városban. Kérik, hogy a feleslegessé vált holmikat már előző való nap este 18 órától, legkésőbb másnap reggel 7 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé. Szórakoztató elektronikai eszközök kiállítása nyílik meg április 29-én a Vecsési kiállítóteremben. Kortya Vilmos gyűjteményében a régi rádiókkal, televíziókkal és más retro műszaki cikkekkel ismerkedhetnek meg a látogatók. A különleges tárlaton a múlt hangjai és képei is megelevenednek majd. Áprilistól alvászavar szakrendelés működik a Vecsési Szakorvosi Rendelőintézetben. A rendelés keretén belül dr. Benedek Pálma fürorgégész és alvásszakértő főorvos végzi a vizsgálatot, majd ennek eredményétől függően a beteggel egyeztetve állapítja meg a további vizsgálatok szükségességét, illetve a kezelési tervet. A szakrendelésen lehetőség van olyan eszköz igénybevételére, amelynek segítségével a beteg otthonában végezhet el szűrő jellegű alvásvizsgálatot. A polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy dr. Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő, május 4-én fogadóórát tart. A képviselő 17 órától várja az érdeklődőket, kérdezőket a hivatal épületében. A mai naptól egészen május 9-éig tüdőszűrést tartanak Vecsésen a Károly utca 2 szám alatt a régi felnőtt könyvtár épületében. A vizsgálat modern, korszerű géppel történik. A vizsgálattal kapcsolatos további fontos tudnivalókat az illetékes segédasszisztens Horváth Orsolya ismerteti. Mindenkinek ajánlott, nem kötelező a szűrés, 40 év fölött egyében egyszer ingyenes mindenkinek. 40 év alatt 1700 forint csekken történő befizetésével lehet a szűrést igénybe venni, ami postai úton működik. Tehát, hogyha egy 40 év alatti illető idejön, akkor először egy csekket kap, és utána vissza kell jönnie? Így van, így történik. Hogyan zajlik maga a szűrés? Bejön az illető, és lekartonozzák az adatait, kap egy kis könyvet, amivel befárad a szűrésre, megszűrjük, és utána, ha bármit találnak az orvosok, a saját kerületi gondozójától fog kapni egy értesítést, ami azt fogja tartalmazni, hogy fáradjon vissza saját érdekében. A munkavállalóknak és a 40 év alattiaknak 1700 forint, ami szintén ugye postán történik, befizetésre. Ha hoznak egy felbélyegzett belföldi borítékot, házhoz elküldjük nekik 3 héten belül. Új digitális géppel járjuk most az országot, és rögtön látszik a felvétel. Helyben nem értékelünk, csak a saját kerületi gondozó értékelheti ki a felvételt. Filmre történik még a felvétel? Nem, digitálisak lettünk. Milyen betegségek felismerésére szolgál? A tüdőszűrés a TBC időbeni felismerésére szolgál, de sok más tüdőbetegséget is időben észre lehet venni vele. Minden nap reggel 8-tól este 6-ig várjuk a vizsgálatra az embereket. Folytatjuk a 2016. évi költségvetésről szóló múlt héten megkezdett stúdióbeszélgetést. Vecsésváros önkormányzatának képviselő testülete a február 29-i rendkívüli ülésen jóváhagyta a város ezévi gazdálkodási tervét.
A részleteket Szappanos Krisztina kérdezi Vecsésváros polgármesterétől és a Gazdasági Bizottság elnökétől. Üdvözlöm Önöket, a Vecsési Magazint látják. Folytatjuk stúdió beszélgetésünket Vecsés 2016. évi költségvetéséről. Vendégeim továbbra is a stúdióban Szlahó Csaba polgármester és Alatyányi István a Gazdasági Bizottság elnöke. Köszönöm, hogy ismét eljöttek. Köszönjük a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a televízió nézőket. Múlt héten ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy április 1-től változott a hulladékgazdálkodási rendszer, de egyébként a Vecsési Városgondok Nonprofit Kft-nél egyébként is az elmúlt időszakban számos változás történt, pozitív változás. Gyorsan vegyük őket gorcső alá, mi minden. Hát ha tavalyi évet nézzük, a legsikeresebb és egyben a legnagyobb pályázatunk egyébként ez a hulladékgazdálkodási rendszer reformálására, megújítására irányuló pályázat volt, amelyet egyébként 2014. december 31-én nyertünk meg, akkor kaptuk a tájékoztatót, hogy megnyertük ezt a beadott pályázatot. Ugye ez tartalmazta a két nagy hulladék szállító gépjárműnek a beszerzését, egy kis Mercedes gépjárműnek a beszerzését, kis, hát 10 millió forint értékben, egy hulladék, illetve hát ilyen ágaprítékoló gépnek a beszerzését, valamint a gépjárművek, tehát a hulladékszállító gépjárművek felszerelését ezzel a csípes rendszerrel, a rádiófrekvenciás felismerő rendszerrel, valamint a komposztáló edényzet kihelyezésével, továbbá a Városgondok további nagyobb edényzetre is pályázott, amellyel ugye közületeket tudja elsősorban kiszolgálni. Tehát gyakorlatilag egy komplex pályázat volt, amelynek a keretében azt tudom mondani, hogy a hulladékszállítási feladataink megújultak, illetve az eszközeink, a hulladékszállítást végző eszközök teljesen megújultak. Hogyha még ezt hozzátesszük, hogy másfél évvel ezelőtt nyertünk egy másik nagy Mercedes hulladékszállítógépjárművet, akkor azt tudjuk mondani, hogy gyakorlatilag teljesen új gépparkkal tud működni a Városgondok Kft. És ugye 2015. január 1-ével kellett bevezetni a szelektív hulladékgyűjtést, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, ugye ezt teljesítette a Városgondok Kft. Ugye van zöld zsák, amiben a zöld hulladékot gyűjtjük, és lehet vásárolni ugye a kuka edény mellé, az edényzet mellé sárga zsákot, amely gyakorlatilag egy negyed havi díjnak az árába kerül, pontosan azért, hogy azok, akik úgy gondolják, hogy kikerülhetik a személydíj fizetést a zsákok vásárlásával, azok ebben csalatkozzanak. Tehát továbbra is mondom, hogy a potyautasok kiszűrésére irányult minden egy eddigi tevékenység, valamint a modernizáció. Tehát több bevétel és kevesebb kiadás. Ez a kulcs szó. Most 2016. április 1-től létrehozták ugye a hulladékgazdálkodási holdingot. Ennek hosszabb a neve, de most nem akarom ugye végigmondani. Ennek a feladata lesz gyakorlatilag tehát a számlázás és a pénzbegyűjtés, illetve a visszatérítések rendezése. A feladatokat továbbra is ugye azokkal a cégekkel akarják végeztetni, legalábbis ezt halljuk a televízióban, amit megszokott a lakosság, illetve változatlan formában kívánják ezt végeztetni, ezt a feladatot. Na most nagyon sok a kérdőjel. Mi a Városgondok Kft. Ügyvezetőigazgatójával, jegyzőasszonnyal bejártunk az államtitkár úrnál, Szabó Zsoltnál, aki elmondta nekünk, hogy mik a fő irányok, mert ugye elég szertágazó és sokféle hír jött le, mind az interneten, mind a televízióban, és mi ezt szerettük volna tisztában látni, ezt a képet. Majd miután az államtitkár úrnál megtartottuk ugye a megbeszélést, javasolta nekünk, hogy a hulladék gazdálkodó holding vezérigazgatójával is tárgyaljunk, az a tegnapi napon megtörtént, és gyakorlatilag egy sor kérdést felvetettünk, ami tisztázandó jelen helyzetben, és amire azért még nincs meg a konkrét, exakt válasz. A tevékenységet tovább kell folytatni. Mi azt elmondtuk, hogy ha ez így folytatódik, és azzal az elvonással, mert a pénzeket a holding fogja beszedni, és csak valamennyit, tehát 60%-ot fog visszautalni, ha ez így megy, akkor ez a városnak nagyon sok 10 millió forint ráfordításába kerül. Tehát azt szeretnénk megtudni, hogy ezt hogyan tudjuk úgy végezni, mint eddig, hogy közel a nullához és a nagyon enyhe mínuszhoz, vagy esetleg a ráfizetés elkerülését, hogy tudjuk teljes mértékben kiküszöbölni. Tehát ilyenekről volt szó, de ez még képlékeny, gyakorlatilag forr az egész rendszer, illetve most forr ki ez az egész újítás, hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből, ezt még mi sem tudjuk pontosan, egy biztos, mi felkészültünk a legmodernebb elvárásokra is.
Térjünk át a szociális témára. Már múlt heti adásunkban a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Tárnokiné Törő Krisztina elmondta, hogy hamarosan lehet jelentkezni a nyári napközis táborra, és most már közeleg az ingyenes nyári gyermekétkeztetés ideje is. Ez a gyermekeknek és az érintetteknek ingyenes, önöknek viszont mennyibe kerül mindez? Hát, hogyha a szociális részét nézzük, inkább én ott fognám meg a dolgot, hogy a szociális részlet, hogy van az ellátottaknak a pénzbeli támogatása, tehát van egy ilyen blokkunk. Ez körülbelül most a költségvetésben a 63 millió forint. Az ingyenes gyermekétkeztetés, ugyebár az egész tannévre szól, ez körülbelül most 34 millió forintra van beállítva a költségvetésbe, de egyelőre a feladat alapú támogatásként nem tudjuk még, hogy ebből mennyit fogunk visszakapni, de azt már láthatjuk, hogy körülbelül az év végére ez a 44-45 millió forintot el fog érni, amelyet most egyelőre a saját forrásból kell biztosítanunk. Egy nagyon fontos tétel még a települési támogatásoknál a rendkívüli támogatások. Ugyebár ez akkor van, amikor a Szociális Bizottság ülésezik, és egyénileg bírálja el ezeket a kérelmeket. Egyelőre a költségvetésben 23 millió forintot különítettünk el erre a feladatra. Ez körülbelül az év végére, ez is körülbelül olyan 10-12 millió forinttal majd több lesz, de hát nyilvánvaló majd, amikor jön a zárszámadás, amire többször is utaltunk, akkor tudjuk majd ezeket úgy visszapótolni, illetve fölmérni még ezeket a plusz igényeket, hogy hogyan tudjuk majd a zárszámadáskor ezt kielégíteni. Fontos tételként szerepelhet még itt az időskorúaknak a kedvezményes étkeztetése, amely most egyelőre a költségvetésünkbe 3,3 millió forintra lett beállítva. Ez általában ugye évvégére körülbelül ennél az összegnél is szokott maradni, olyan nagy eltérések ebben nem szoktak lenni. Mi érdekes egyébként még itt a szociális ágazatban, tehát a kormány rendelkezései révén azért nagyon sok plusz juttatást kaptak, ugye főleg a gyermekesek, az iskolában járó gyerekek. Gondoljunk arra ugye, hogy a tankönyvellátás ugye felmenő rendszerben 2013. szeptembertől, tehát tanévbe kell gondolkodni, az szokott itt engem is megkeverni, tehát 13. szeptembertől felmenő rendszerbe ingyenessé vált. Másrésztről pedig ugye a gyermek étkeztetésbe is az állam komoly szerepet vállal, tehát gyakorlatilag aki bemondja, hogy rászoruló, az rászorulóvá válik, és igazából nagyon sokan veszik ezt most már igénybe, tehát gyakorlatilag nagyon sok gyermek étkezik ingyen a korábbiakhoz képest, mert ugye akkor azért egész más igazolásokat kellett bemutatni. Tehát azért ez komoly támogatás. Ez a szociális szférára, ahogy én így összeszámoltam, ebben benne vannak a szociális intézmények is, tehát a működtetésük, a központi konyha, a bölcsöde, a családsegítő szolgálat, a gondozási központ, és a Szociális Bizottságnak a kerete és az önkormányzatnak a tevékenysége az egy ilyen 200 milliós keret. Az, hogy ezt mi ilyen szinten és így tudjuk fenntartani és működtetni. Annak mennyire érzik már esetlegesen hatását, bár szerintem ez majd hosszú távon lesz érzékelhető, hogy ugye bevezették a csokot, és akkor majd várhatóan itt több építkezés lesz, amennyiben vannak még szabad területek, illetve megnő majd az új lakások, házak iránti kereslet. Nyilván ehhez majd igazodik egyébként az új bölcsöde kialakítása is, hiszen elvileg várhatóan megnövekedhet a gyermekszámvecsésen. Mennyire tudnak ezzel kalkulálni, vagy egyáltalán erre tervezni? A bölcsödét először nyerjük meg, tehát azt most előkészítő fázisban vagyunk, és nagyon szeretnénk, de ez még nem jelenti, hogy megnyerjük. A statisztikákat nézve 2008-tól most emelkedő a gyereklétszám egészen két évvel ezelőttig, és most ilyen enyhe visszaesés tapasztalható. Tehát a 0-3 éves korosztályban majdnem elértük a 800-as lélekszámot ezelőtt 2-3 évvel, és most egy kicsit ez visszaesőben van. Tehát ez mindig hullámokba tapasztalható, hogyha sok új beköltöző van, fiatal családok jönnek, akkor ugye sok gyermek is érkezik. És most ezzel a csokkal úgy gondoljuk, főleg úgy, hogy a látványosan megindult ugye az építkezési kedv és az ingatlanok értékesítése is gyakorlatilag úgy látjuk, hogy elindult, méghozzá egész lendületesen. Nyilván várható a gyermek létszám növekedése, ami ugye azért talán most kezelhető, mert ugye az egyik hullám lement, most ezek a gyerekek ugye óvodában vannak, aztán felkerülnek majd iskolába, és akkor az óvodai férőhelyeknél tehát lesz annyi üresedés, hogy az esetleges újabb hullámot kezelni, tehát a népesség növekedésének a hullámát ebből a szempontból kezelni tudjuk. Tehát ezt próbáljuk is egyébként úgy fogni és irányítani, hogy azért szigorítottunk jelentősen az építési és beépítési szabályokon, mert úgy gondolom, hogy a 2006 előtt azért ez nem volt teljesen egyértelműen rendezve, és olyan lakások születtek belterületen, hogy cipőkanállal építettek négy lakásos társaságokat olyan helyre,
ahol aztán nem tudnak parkolni. És akkor nagyon sok ilyen példát tudnék mondani, tehát nem akarok egyet csak kiemelni. Ezt mi megszüntettük, ez az egyik első intézkedés volt, amikor én polgármester lettem, hogy változtatási tilalmat rendeltünk el egymás után 2 évben. Utána közbeszólt a válság, és gyakorlatilag meg is állt az építkezés, és most majd jön újra, de itt azért árgus szemekkel figyelünk. Van még egy-két olyan példa, tehát ez csak azért mondom, mert még találkozhatnak olyan, amelyre van építési érvényes engedély, de ezek most már hamarosan le fognak járni. Tehát újat, ilyen zsúfolt építkezésre biztos, hogy nem fogunk kiadni, sőt a régieket is, ahogy lehet, felülvizsgáljuk, és ezt élhetővé próbáljuk tenni a területet, mert a vállalkozónak is más érdeke van, és azért a családoknak is, meg a településnek rendben van, hogy olcsóbb legyen a lakás, de az, hogy bezsúfoljuk, utána pedig az összes problémát ránk zúdítják, mert mi maradunk itt helyben, meg a család, aki megvette az ingatlan, arra semmi szükségünk nincs. Tehát visszatérve a kérdésre, ezt próbáljuk irányítani és kezelni, és remélem, hogy sikerrel a gyereklétszám növekedését. Már nem kapcsolódik szorosan a témákhoz a 2016. évi költségvetéshez, viszont ehhez a gondolathoz még talán igen, hogy Vecsésen jelenleg nagyjából milyen korosztályú a lakosság. Tehát jellemzően még az, ami néhány évvel ezelőtt volt, hogy előregedik a lakosság, idősebb házak vannak, olyan házak vannak, amelyeken nagyon nehéz túladni, főleg most ugye ez a csok is szerintem kedvezőten irányba fogja alakítani a használt régi öreg házak eladását. Hát erről, hogyha a saját tapasztalatainkat tudom mondani, ugye meg a statisztikai adatok is ezt támasztják alá, azért Vecsés az elmúlt 10 évben jelentősen fiatalodott a vecsési lakóközösség, köszönhetően a beköltözéseknek és a beköltözőknek, a lakóparkok benőtesülésének. A régi település részek, mint a Felsőtelep vagy a falu, de főleg most mondjuk a Felsőtelep, az pedig inkább idősödik. És valóban, ahogy szerkesztő asszony mondja, ott régebbi házak nehezebben eladhatók, de azért oda is van most vevő. És én azt gondolom, hogy hamarosan átalakítása. Én nem vagyok teljesen tisztában a csoknak a feltételeivel, de azt gondolom, hogy hamarosan átalakítása is lehet majd szerintem fölvenni, nem csak új építésekre, szinte teljesen biztos vagyok, tehát elég logikus lenne. Aztán persze majd elválik, de ez egy biztos. Az én szomszédom hosszú évekig eladó volt, most megvették. Tehát majdnem 5-6 évig legalább eladó volt az ingatlan, most pedig egyik pillanatra a másikra elvitték, de azt gondolom, hogy ezt mindenki látja és érzékeli. Tehát a népességfa Vecsésen abszolút jól alakult, tehát az országos átlaghoz képest is sokkal jobban, pont azért, mert itt a főváros, itt vannak munkahelyek, és a munkanélkülön láta is mutatta, gyakorlatilag 4,8%-ról ez 2014-ben már 3,8%-ra lement, 2015-ös adatot azt még nem látom, azt most fogom megkapni hamarosan. Tehát én azt gondolom, hogy itt jelentős csökkenés. Tehát mit tudom én, 560 munkakereső volt regisztrált, és most volt 420, tehát ennyit ment le, és azt gondolom, hogy ez tovább csökkent. Ez a teljes lakosságra kivetítve, ugye a 21 ezer főre kivetítve, ezt ki lehet számolni, hogy gyakorlatilag, ugye, hogyha 10%-ot 2000-nek veszünk, akkor ez annak a negyede, 2,5%. A teljes lakosság, tehát az aktív lakossághoz van ez mindig viszonyítva, tehát a munkavállaló korú lakossághoz. Egyébként az érdekes módon az 15-től 64 évig van írva, tehát az 15 ezer ember, tehát a Vecsésen hozzávetőleg. Mennyiben érzékelhető a helyben munkakeresők száma, esetleg lesznek-e itt újabb munkahelyek? Mert azért beszámolt a Vecsési Magazin is egy-két olyan új cég ide településéről, vagy régi bővüléséről, ami új munkahelyeket is teremthet helyben. Hát ezen a téren is aktivitás növekedésen látható, tehát a nagyobb cégek is terveznek újabb ütemek befejezését, csak gondoljunk a laktanyaépítésnél, ott is most úgy néz ki, hogy ez a nagy cég újabb üzemcsarnokot fog építeni, több ezer négyzetméter raktárt fog építeni, ami nyilván munkahelyeket is teremt, de ugyanezt elmondhatom a Pabstról, a Pabst cégről, és elmondhatom néhány multi cégről, amely idejött, ilyen például a Bibus, amely a Széchenyi úton épített egy telephelyet. Ők nem dolgoznak nagyon sokan, ez ilyen magas technológiát és kutatásfejlesztéssel foglalkoznak, de hát nagyon komoly hátterű svájci cégről van szó, és ugyanígy a számos nagyobb cég megkeresett minket. De ami örvendetes, hogy aki most meg tudott kapaszkodni az elmúlt években, és helyi vállalkozó, közép- és KKV-szektorba tartozó vállalkozás, ők is azért, én úgy látom, és a tapasztalatok és az ő beszámolóik is arról szólnak, hogy azért most egy kicsit lendült a gazdaság, kell nekik munkaerő, felvennének embereket. Vecsésen inkább az a probléma, hogy nem tudnak felvenni, mert nincs. Tehát például a savanyúsoknál is gyakorlatilag már régóta munkaerő hiány van. Lehet, hogy ez nehéz munka, és
nem szívesen vállalják, de náluk azt konkrétan tudom, hogy nagyon nehéz jó segédmunkát, segédmunkásokat találni. Aztán nyilván az összes szegmenseket nem ismerem, mert nem sokan szoktak megkeresni, de ha valaki megkeres, akkor nyilván az ismereteim, legjobb tudásom szerint próbálok segíteni vagy közvetíteni, de hát nem ez az elsődleges dolgom, ez is világos. Igen, de ugyanakkor úgy hallom, hogy jól működik a polgármesteri hivatalnál, a megváltozott munkaképességűeknek is segítenek munkába állni, munkát vállalni. Térjünk át az egészségügyre, bár már részben beszéltünk róla a múlt heti adásunkban, ugye amikor az alapellátási központ tervezetéről tettek említést. A meglévő szakrendelővel kapcsolatban mire számíthatunk majd ebben az évben? Mennyi pénzt tudnak rászánni? Mire kell leginkább? A szakorvosi rendelőintézet működtetése a városnak körülbelül 100 millió forintjába kerül, és ehhez még az egynapos sebészetet is támogatnunk kell, ami körülbelül egy olyan 10-12 millió forint. Tehát nagyságrendileg olyan 120 millió forintot fordítunk a szakorvosi rendelőintézetre, ebbe benne vannak azok a modernizálások, apróbb vásárlások, eszközök fejlesztése, amely ugye az évek során elhasználódik, és pótolni kell, és benne van maga a kibővített szakrendelésnek a működtetése, tehát nem véletlenül van itt 27 szakrendelés. Szerintem az országban kevés olyan szakorvosi rendelőintézet van, ahol ennyiféle orvosi ellátást elérhetünk egy ilyen alapellátásban. És bizony ez probléma is ma Magyarországon, mert sajnos a környékbeli városok, települések nem fordítanak, vagy nem tudnak fordítani a szakorvosi rendelőintézetükre, vagy az orvosi rendelőintézetükre ennyi pénzt. Innentől kezdve ebbe a modern intézetbe szeret járni az egész környék. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Gyáltól Üllő, Monor és Pécelig gyakorlatilag mindenki, aki csak tud, eljön hozzánk, és ennek az az eredménye, hogy már 100-valahány vérvétel van reggel, az azért, hogy mondjam, a vecsésiek szemszögéből nézve nem túl előnyös. Próbáljuk azt elérni, hogy a vecsésieknek ne kelljen annyit sorba ülni, de ez nagyon nehéz, mert bármelyik rendelőbe bemegyünk, ugye azt nem nézhetik, hogy valaki honnan jön, hanem ugye nyilván a beteg, mint beteg, úgy kell vele foglalkozni. Tehát a szokásos színvonalat, hogy úgy mondjam, szeretnénk fenntartani az egészségügyi ellátás területén is. Ez mindig egy alapcélkitűzése a városi képviselőtestületnek, tehát a meglévő és elért eredményeinket, a szolgáltatásainkat megpróbáljuk azon a színvonalon működtetni, ahogy azt a lakosság megszokta, és azt elvárja tőlünk, mondhatom, hogy elvárja tőlünk. Erre büszkék lehetünk, erre a rendelőintézetre. A jövőbeni továbblépés pedig ott van az egészségügy területén, hogy szeretnénk egy alapellátási központot, erről beszéltünk röviden. Ez egy, mondjuk így, hogy egyik fő programelemünk, ezt szeretnénk megvalósítani a Dózsa György úton. Az orvosi rendelők, a védőnök helyének az újjáépítésével, valamint a mentőállomás kialakításával. Most ideglenesen ugye a Lőrinci úton van a mentőállomás, szeretnénk, hogyha ez végleges helyet kapna. Fehér Folt vagyunk ezen a területen, tehát a mentő szolgálat az OMSZ térképén is teljes mértékben indokolt szakmai szempontból is, hogy itt mentőállomást létesítsünk. Ha mi megépítjük, akkor ők azt megtöltik élettel és fenntartják. Legalábbis ez most az ígéret és ez a helyzet, úgyhogy ezért dolgozunk, hogy az egészségügyben itt tudjunk tovább lépni, és akkor be tudnánk hozni talán az Áhím András utcai rendelőt is ide, tehát gyakorlatilag az ilyen régi családi házakban működtetett rendelőket kiválthatná, felválthatná egy modern alapellátási központ, mondjuk ugye a település másik felén is, nem csak itt a szakorvosi rendelőintézetben. Ez mikorra tervezik? Ebben a ciklusban szeretnénk ezt mindenképpen megvalósítani. Egyébként ezt a kormány felé is eljuttattuk, ezt a tervezetünket, ezt az elképzelésünket. Azt gondolom, hogy a hátralévő 3,5 év áll rendelkezésünkre, mi ezt szeretnénk mindenképpen megcsinálni. Nagyon jó lenne, és azt gondolom, hogy nagyon ráférne erre a szakágra is, hogyha, és erre a település részre is, hogyha modern rendelőintézete lenne. Tehát megyünk szép sorba az intézményhálózattal, ugye az iskolák vannak most soron, korábban óvodák, bölcsödék voltak, most amire lehet pályázunk, ugye például bölcsödére, és közben, hogyha máshogy nem, akkor szeretnénk önerőből ezt megvalósítani. Itt is azért be van szorítva ez a hely, kell telket is vásárolni, tehát elő kell készíteni, látványrajzokkal rendelkezünk, tervekkel rendelkezünk, de a konkrét tervek akkor tudnak elkészülni, akkor már pontosan tudjuk, hogy milyen területre és hogyan tudunk tervezni. Tegyünk át a civil szervezetekre és az egyesületekre, nekik mennyi jut majd a 2016. évben, nyilván a pontos adatokat majd az árszámadás után tudjuk meg.
Hát igen, hát a költségvetésnél, mint az előző adásban említettem, tehát a civil szervezeteknél körülbelül most egy olyan 76 millió forint az, ami a civil szervezetekre be lett állítva. Itt külön kell mondani, hogy bár vannak, amik nagyobb tételek, mondjuk vannak az alapítványoknál, akik ilyen nagyobb tétellel szerepelnek, ez a közrend alapítvány, a tájékoztatásért alapítvány, akkor becsés kultúráért alapítvány, akkor a közművelődésért alapítvány, aminek egyébként a költségvetését, ami majd 3 millió forint, azt általában a Mesefesztivál, illetve a Káposztafesznek a támogatása teszi ki. De vannak a társadalmi célú szervezetek, amire ugyan, körülbelül ugyan az olyan 34 millió forintot tesz ki a költségvetésbe, aminek a nagyobb része, ugyebár a Vecsési Futballklubnak a támogatása, akkor a VSM, mint a szakosztályoknak a támogatása, valamint vannak a különböző, most például a költségvetésünkben 2,6 millió forinttal szerepelt a kézilabda szakosztálynak a tavaly önrészt biztosítása, amiből két új buszt tudtak vásárolni maguknak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos még körülbelül, amik még egyéb támogatások, amik még ide tartoznak. Itt vannak az ösztöndíj pályázatoknak a támogatása, ami még ebből a keretből szokott menni, illetve a kisegítő iskolának a támogatása, ahol a vecsési rászoruló gyermekeket is tudjuk abban segíteni, hogy a megfelelő oktatásban részt tudjanak venni. Az is körülbelül egy 18,5 millió forintot tesz ki ebből a 76 millió forintból. Már azt nagyon jól tudjuk, hogy általában mindig egy olyan 30%-kal ezt vissza szoktuk venni, mint ami az ő igényük. Azért, hogy a költségvetést persze egyensúlyra tudjuk hozni. Hát az elszámoláskor bízunk benne, eddig még minden évben vissza tudtuk pótolni ezt az összeget a civil szervezeteknek a részére, ami körülbelül, hogyha már majd a költségvetés, illetve az év végét nézzük, ez körülbelül azért a 100-105 millió forintot el szokta érni év végére a szervezeteknek a támogatása. Én azt gondolom egyébként, hogy mint az látszik is, azért a környező településeknél nem jellemző azt, hogy ennyi pénzt fordítanak civil szervezetekre, illetve alapítványok támogatására. De én azt gondolom, hogy Vecsésen erre nagy szükség van, és van is egy olyan pezsgő élet itt Vecsésen. Ez a sok civil szervezet, az alapítvány, az egyéni, tehát a rendezvényeknek a támogatása, ez mind színesíti szerintem a városnak az életét, és ez nagyon fontos, hogy ez így is maradhasson a jövőben. Hát így igaz, de gyakorlatilag ugye a társadalmi szervezetek, alapítványok és egyesületek, tehát legyen sport, vagy bármilyen egyesület támogatása. Többnyire, amit mi hozzáteszünk pénzt, az arra elég, hogy az alapműködést biztosítsa. Például az egyesületeknél biztosítjuk ugye az intézményi hátteret is, és még működési támogatást, tehát forintálisan működési támogatást is adunk. És az alapítványoknál is azt tapasztalható, hogy ez a pénz meg sokszorozódik, mert amit mi adunk, azt ők az önerőből, egyéb vállalkozók és támogatók mondjuk bevonzásával megsokszorozzák ezeket a támogatásokat, és így ami a hobbiuk is, meg amit szeretnek csinálni, ezeket a feladatokat még magasabb színvonalon tudják ellátni, vagy ezeket a tevékenységi köröket, ami egyébként nyilván összességében összerakva a Vecsés kulturális életét is, és egyéb társadalmi életét is mozgatja és kiadja. Ez nekünk is fontos. Hát ennek nyilván az egyik központja, ugye legyen a Nagy Sport Egyesület, a labdarúgó, illetve a VSS, a Vecsés Sport Egyesület, illetve a kulturális területen mondjuk a Bálint Ágnes Kulturális Központ, amely összeszervezés magához vonza mindezeket az egyesületeket, amelyek mondjuk a kultúra területén tevékenykednek. De minimális támogatást nyilván a nyugdíjas kluboknak is adunk. Tényleg azt tudom mondani, hogy nem kérnek, nem követelőznek ők különösebb nagy pénzzel, a nyugdíjas klubok se. Amit tudunk, azt megadunk, helyet biztosítunk többnyire az ő tevékenységüknek, és némi kis anyagi támogatást is adunk. Ez általában egyébként jelképes, szimbolikus, hogy érezzék azt, hogy ott vagyunk mellettük, törődünk velük. Aztán, hogyha valakinek nagyobb programja van, mert így elő szokott fordulni, legyen a fuvózenekarról szó, vagy egy táncegyesület, tánccsoportról, vagy egy kórusról, vagy bármilyen egyesületről, akkor aztán egy kicsit még a bizottságokon keresztül, de ha kell, akkor a testületi döntéssel megtámogatjuk ezt a rendezvényt, vagy ezt a turnét, vagy amit terveznek, hogy vendégül látják a Reinstetteni zenekart, és akkor nyilván szükségük van plusz támogatásra, vagy egy kórus elmegy és vendégszerepel Gyergyószár legyen a Tessévárosban, akkor viszi Vecsés jó hírét, azt is akkor még pluszba támogatni szoktuk. Úgy látom, hogy azért egy jó évnek nézünk elébe, mert amellett, hogy megtartjuk az eddigi rendezvényeinket és fenntartjuk az intézményeket, még haladni is tudunk. Hát tavaly is azt hittük, és végül is minden jó, ha jó a vége, de azért az egész év azt nem kívánom vissza senkinek. Tehát azért nekem személy szerint is sok idegeskedni valót hozott a múlt év, pedig jól indult.
meg is dicsért minket a könyvvizsgálónk, a költségvetés elfogadásakor, mégpedig oly szavakkal körülbelül, hogy kevés önkormányzat van, aki a kötelező feladatainak az ellátását ennyire előtérbe helyezi a felhalmozási kiadások terhére. Magyarán a biztonságos működés a fejlesztések oltárán, tehát ezt így kell értelmezni. És mi ezt nagyon örültünk, ezt észbe véstük, aztán kitört a Questor ügy, amelynek következtében 200 milliónkot figyelt gyakorlatilag december végéig, de aztán visszakaptuk. És most ugye örültünk neki, mert egyben volt 200 milliónk, ebből a városgondokot meg ki tudjuk költöztetni. Tehát minden rosszban van valami jó, és ebből indulunk ki, és legyen úgy, ahogy szerkesztőasszony mondja, ez az év jó év legyen, beruházások szempontjából is nagyon sok mindent szeretnénk elkezdeni, aztán nyilván amit lehet befejezünk az idén, de hát a pályázatokon is múlik, tehát az intézményi felújítások is úgy fognak befejezni, hogy a pályázatokon tudunk nyerni, de elkezdjük a felújításokat, az biztos, ugyanez igaz a bölcsőde építés, mindent elkövetünk, hogy sikeres legyen, de ez tényleg garanciát nem tudunk rá vállalni, és dolgozunk azon, hogy a távlati nagy célok, például a mávállomások környékét és a mávállomásokat próbáljuk rendbe rakni, alapellátási központra szerezzünk pénzt. Tehát ezeket azért le kell egyeztetnünk, mert ugye ez nem csak rajtunk múló dolog, hanem több tényezős, lásd mávállomások, mával az külön állam az államba. De végre most eljutottunk oda, hogy kijöttek személyesen egyeztetni, úgyhogy remélem, hogy előre lépés várható, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit tudunk ebben az ügyben is előre lépni. Nyilván pezseg az országos közélet és az országos politikai élet is, váratlan helyzetek pedig bármikor adódhatnak, mint ahogy erre volt is példa, főleg az elmúlt évben. Szerintem az is egy kvázi sikertörténet, hogyha ezt gyorsan és biztonságosan le tudják reagálni. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen a meghívást. Ma van a Föld napja. Az első Föld napján 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Mára több mint 140 ország tartja ezt a kezdeményezést. Az 1970-es figyelemfelhívást követően az Egyesült Államokban fontos változások történtek. Az USA-ban szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió embert ért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre. Ez 1990-ben világmozgalommá vált, és Magyarország az első között csatlakozott. Magyarországon a környezetvédők 1990-ben megalapították a Földnapja alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első magyar Földnapja eseményeinek koordinálására. Felhívásukra kisfalvakban és nagyvárosokban egyaránt sokan jelentkeznek minden évben. Vecsés is csatlakozott az április 28-a és május 1-e között tartandó Teszed akcióhoz. A Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért kezdeményezés ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. A személygyűjtési akció keretében szerte az országban tavaszi nagytakarítást tartanak a program önkéntesei. A Kispatak Egyesület keretei berkein belül működő hulladékkamandó koordinálja a Teszed akciót, mely 6. alkalommal kerül megrendezésre, és Vecsés most vesz először részt ilyen nagy volumenbe. Pénteken már 10 órától a Halmi téri iskola vesz részt, déltől a Petőfi téri iskola, délután a kézisek és a gimisek. De várunk jelentkezőket is, ezt megtehetik a hulladékkamandó Vecsés oldalon a Facebookon, ott lehet velünk a kapcsolatot tartani, megvan adva az én telefonszámom, lehet a Teszed oldalon is regisztrálni, és akik a pénteken esetleg dolgoznak, azokat várjuk nagy szeretettel szombaton, 10 órakor a polgármesteri hivatal előtt találkozunk, és akkor is jönnek a boxolók, a sportolók, az egész Vecsési Sport Egyesület részt vesz. Merre mennek majd szemetet szedni? Egyeztettünk a közterület felügyelettel, hogy ők mit látnak szemetes területnek, és mi az, ahol a gyerekeket biztonságosan ki tudjuk vinni. Úgyhogy az iskolák környékén lesznek a tanulók, és a felnőttekkel pedig kimegyünk a régi Ecseri út, az új Ecseri út, a Kakucsi út környékére, a patakpartra, és még gondolkozunk, majd meglátjuk, kapunk biztosítást az almás kertre. Hova szállítják majd az összegyűjtött szemetet? Ezt Teszed szedi össze, kapunk rá zsákokat, be vagyunk regisztrálva, hogy ez biztosítják a kesztyüket, a zsákokat, és 48 órán belül jönnek, meg lesznek az összeszedési pontok, elszállítják, és ezáltal akkor nem az önkormányzatot terheli majd ez az összeg, azért, mert ugye nagyon nagy összeg szokott ez lenni az elszállítás. Hogyan dokumentálják majd mindezt, mert ugye nem elég elmenni összeszedni a szemetet, és majd begyűjtik a zsákokat, nem tudom, mi a jobb
hogyha azok minél jobban tele vannak, vagy hogyha minél inkább üresek, de nyilván ennek lesz majd egy utóélete ennek az akciónak. Mi bízunk benne, hogy kevesebb lesz a szemét, mint tavaly. Igaz, hogy akkor nem a teszed keretein belül lett szedve, de az önkormányzat minden tavasszal csinál egy földnapja a keretein belül egy 3 hetes összeszedést, ahol a közmunkások szedik. Mi bízunk benne, hogy azt a mennyiséget nem érjük el, amit eddig, és ezáltal tudunk egy kicsit spórolni. Mi úgy látjuk, hogy kevesebb a szemét, viszont mi úgy gondoljuk, hogy ez egy felhívó akció is a gyerekek részére és a felnőttek, hogy ne dobják el a szemetet. Mert az nagyon szép dolog, hogy mi most összeszedjük, de az a legszebb, hogyha nem kerül eldobásra. Úgyhogy mi nagyon várjuk a vecsési lakosokat, akik lelkesen jönnek, kapnak kesztyűt. Én csak annyit kérek, hogy mindenki láthatósági mellénybe jöjjön. 140 főre vagyunk beregisztrálva, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy meg is leszünk. Már láttam, hogy vannak olyan tagok, jelentkeztek civilek, akiket nem ismerünk, úgyhogy nagyon várjuk őket. És addig még van idő, úgyhogy várjuk a jelentkezőket. Én nagyon bízok benne, hogy a megadott létszám össze is fog jönni, és annak fejébe kapunk, ugye a létszámnak függvényébe kapunk zsákot és kesztyűt. Multidéző című rovatunkban is a tisztább környezetünkkel foglalkozunk. 9 évvel ezelőtt a Föld napján nagyszabású takarítási akciót szervezett a Lokál Patrióták Egyesülete, valamint az Önkormányzat Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága. Egy héten át 2 teherautó és 1 markoló gyűjtötte város külterületein a szemetet. A 2007-es riportunkban a 2 éve elhunyt Dabasi János képviselő is nyilatkozott. Hát mondhatom azt, hogy elkeserítő helyzet. Pável úr, a reggel elhatároztuk, hogy először idejünk a Kocsi-Kakucsi útra, itt talán 10 órára végzünk, utána megyünk a régi Ecseri útra, majd talán eljutunk a telepi vízerdő környéki szemetekhez is. De most jelenleg dél elmúlt, és még messze nem vagyunk kész ezzel a Kakucsi úttal. Jellemző a helyzetre, hogy sorba állnak meg a gazdák itt mellettünk, és is adnak újabb és újabb tippeket, hogy menjünk jobbra, menjünk balra, és az erdőkben mindenhol hatalmas szeméthegyek vannak. Kint voltam itt az Rinyi utca felé is egy gazda meghívására, ahol az ember, úgy gondoltuk, hogy a gazdán kívül a világon senki nem jár, 2 kamannyi szemét van elszállításra vár. És meglátásunk szerint itt a mai nap ebben tudunk talán végezni, és esetleg eljutunk az Ecseri úthoz. Sajnos a többi az megmarad következő akcióra. A helyzet nagyon elkeserítő, itt óriási szemléletváltozásra lenne szüksége, valamint sokkal, de sok több pénzre és akcióra azt akarnánk, hogy itt rend legyen. Minden esetre innen már legalább 20 kamionnyi fuvar szemetet vittünk el, és most kezd látszani csak az, hogy valami munkát végeztünk. Mi is a televízióval minden évben folyamatosan végigkísérjük a tavaszi meg az őszi lomtanítás és úgymond szemétgyűjtést itt a város külterületén. Bemutatjuk azokat a helyeket, ahova illegálisan lerakják a szemeteket. De nagyon fontos, hogy nem csak vecsési lakosok csinálják ezeket a úgymond bűncselekményeket, hanem hát sajnos Budapestről is és a környezet településekről is érkeznek illegális szemétlerakók. Így van, a szemét közt mindenféle találunk, mindenféle számlákat is, budapesti, meg más helyiségből származó illetésségű számlákat. Mindenesetre talán egy tippem volna, hogy a lomtalansi akciót sokkal jobban és sokkal nagyobb mértékben kéne megszervezni, mert az itt kint lévő szemétnek egy jó nagy része olyan, ami tulajdonképpen a házak udvaráról kerül ki, amit a lomtalanítás alkalmával el tudnának vinni, és nem kéne 2-szer dolgozni vele. Nagyon fontosnak tartanám, ha a környező települések, városok összefognák, és közösen egy ilyen hadjáratot indítanának az illegális szemétlerakók ellen. Ebben hogyan, milyen módon tud segíteni a önkormányzat? Elsősorban szerintem sokkal szigorúbban kellene venni a szemetelőknek a problémáját. A mostani szabályzás és rendelkezés egyáltalán nem megfelelő, és nem oldja meg a problémát. Az, hogy egy szemetelő rajtaütés esetén 2 tanúval is kell még a mezőőrnek igazolni, hogy itt szemetelés történt, ez egy nem járható út. Ennél egyszerűbben és hatásosabban kéne szerintem megoldani ezt a problémát. A Vecsésváros rendezvény naptárában szerepel a földnapi rendezvény, és hát a Lokál Patrióták Egyesületének szervezésében, de természetesen a város önkormányzatára is nagy szükség van, sőt, hát a polgármester úrra is. A ilyen alkalomkor megnézzük a település legszemetesebb részeit, ahol leghatékonyabban tudunk és igen sok szemetet tudunk összegyűjteni. Az idén erre 2 markoló, 2 konténeres autó és 2 nagy kamasz tehergépkocsit sikerült, hát úgy mondjam, csatasorba állítani, és
Itt a legelő elején az kettes vízbázist néztük ki, hogy egyszer, hogy esetleg az itteni vizeinket, a város vizét ne fertőzzék meg a lecsurgó szemetek, és hát itt kezdtük el az akciót. A polgármester úr fölvette a kapcsolatot a Ázával, a térség szemétlerakó helyének vezetőjével, és megállapodott, hogy ebből az alkalomból 50%-os kedvezményért szállíthatjuk a szemetet 21-től 28-áig. Tehát gondolom, hogy elég sok szemetet össze tudunk szedni ez alatt a egy hét alatt. Ehhez az akcióhoz úgy néz ki, hogy az intézmények éveken keresztül folyamatosan csatlakoznak. A Petőfi tér iskolába az idén egy nagy papírgyűjtési akciót szerveztek a mai napra, szombatra. A falusi iskolába pedig hétközepén az Eprest és környékét fogják kesztyűvel, sárga zsákokkal, vetőszes zsákokkal a gyerekek föltakarítani, a felsősök. Sőt, a közútkezelőt, aki ugye a 4-es elkerülőt kezeli, sikerült mozgósítanunk. Fönt a Selkút környékénél a vízelnyelő árokban a füvet lenyírja, környezetében a szemetet összeszedi. Hát kíváncsian várjuk, hogy mennyire fogja teljesíteni az ígéretét. Még egy múlt idéző hír egy 2007-es adásunkból. Éppen 9 évvel ezelőtt április 21-én adták át a forgalomnak a Dózsa-György utca és a Lőrinci utca kereszteződésében lévő vasúti átjárót. A MÁV 2007. március 3-án zárta le a sorompót, március végén lebontották a bakterházat, felbontották a régi átjárót, megváltoztatták a telepi út nyomvonalát, és a vasút töltéshez emelték a Dózsa-György utca szintjét. A korszerű vasúti átjáró biztonsági ideje lerövidült, így a sorompót azóta hosszabb ideig lehet nyitva hagyni. Ingyenes honvédelmi és rendvédelmi napot tartanak április 23-án szombaton az Epresben, a Vecsési Városi Nemzeti Szövetség szervezésében. Az esemény Vecsésváros önkormányzatának támogatásával jön létre. Az első milyen megfontolásból, milyen elképzelések szerint jött létre? Mindenféleképpen hiánypótló rendezvénynek szántuk, mert ilyen nem volt. Aztán migrációs válság és a többi, tehát egy kicsit a honvédelem szerintem felerősödött, tehát ennek a fogalma, ennek a jelentősége, és hát tulajdonképpen ez miatt. Meg mi úgy gondoljuk, hogy azért a honvédségre, tehát a sorkatonai szolgálatra, ha nem is kötelező jelleggel, de egy kicsit nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a honvédségre a fiatalok számára. Ez a rendezvény többek között akkor ezt is népszerűsíti? Hagyományőrzés céljából leszünk itt, de ki fog vonulni a honvédség is ide toborzóval. Tehát aki esetleg úgy gondolja, hogy beszeretne lépni a magyar honvédség soraiba, akkor itt azt is megteheti. Mielőtt rátérnénk a programokra, milyen vendégekre számíthatnak még az érdeklődők? Vendégek tulajdonképpen a programokon kívül egy vendégünk lesz, ő pedig elég neves, ő Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő lesz itt az estvénypontja, hogy úgy mondjam, ő 6 órától a falusi iskolában fog előadást tartani, egy másfél-két órás előadást. Milyen témában tart majd előadást? Természetesen a most aktuális migrációs kérdés, és hát az egész világ politikával kapcsolatosan. Milyen visszajelzéseket kaptak tavaly? Mert nyilván az ilyen típusú rendezvények van, akinek nagyon tetszenek, és van, akinek nagyon nem tetszenek. Olyat nem kaptunk, olyan visszajelzést, hogy ez nem tetszett volna. Itt semmi olyasmi nincsen, itt nincs politikai párthovatartozás, itt semmi ilyesmi nincs, egyszerűen hagyományőrzés van, a történelmünk bemutatása, a történelmünk egy részének a bemutatása, ugye a jelenlegi honvédelmi dolgok, még azoknak a bemutatása is, ugye a toborzás, tehát itt pozitív visszajelzéseket kaptunk csak, tehát ezért is veselkedtünk neki a második alkalomnak, tehát ezért csináljuk meg megint, és szeretnénk megcsinálni a jövőben is többször. Mivel családi rendezvényről van szó, délelőtt milyen eseményeket kínálnak, milyen programokat kínálnak? 10 órától kezdünk, igen, a gyerekek azért nagy hangsúlyt kapnak ezen a rendezvényen, kicsit muszáj vagyok puskázni, hogy ez pont ideillő. Azt mondja, hogy arcfestés, álcázás, akadálypálya lesz gyerekeknek, kézigránátdobás. Aki ezt az akadálypályát a gyerekek közül sikeresen fogja teljesíteni, ajándékkal fogják őket jutalmazni. Most így nem tudom milyen ajándékkal, gondolom katonai ajándékokkal, tehát ezzel kapcsolatos ajándékokkal fogják őket jutalmazni. Ez lesz délelőtt. Aztán
lesz vegyvédelmi szimulációs sátor is, tehát ezek egész napos programok tulajdonképpen, ezt nem lehet így leredukálni, hogy délelőtt vagy délután, tehát ezek egész napos programok, lesz szimulációs sátor itt is a közönség bevonásával, tehát akik szeretné ezt kipróbálni, ezt kipróbálhatja, természetesen nem éles mérges gázzal, aztán lesznek fegyverek, harckocsik, ágyúk, csapatszállító járművek, aztán ezeket a fegyvereket, tehát a kézi fegyvereket, ezeket meg lehet fogni, szét lehet szedni, össze lehet rakni, megmutatják nekik, hogy ezt hogyan kell csinálni, és ők is gyakorolhatják ezt tulajdonképpen. Aztán, hogy menjünk tovább, lesznek harci bemutatók, a tetei helyőrség harci bemutatót fog délelőtt is és délután is bemutatni nekünk. Lesznek második világháborúban résztvevő országoknak, főbb országoknak a katonai egyenruhájával lesznek beöltözve a szereplők, mégpedig a megszálló szovjet, a gyáva amerikai, a hős magyar és a dicsőséges Waffen-SS egyenruhái lesznek majd itt fellelhetők. Mivel, hogy ez honvédelmi és bűnmegelőzési nap tulajdonképpen, tehát rendvédelmi nap is, ezáltal a rendőrség volt olyan kedves és ki fog vonulni ide hozzánk, ami azt jelenti, hogy rendőr autókkal, rendőr motorokkal és kutyás bemutatóval, és ők is készülnek külön a gyermekeknek, tehát ők is hoznak egy külön gyereksátort. Egy rendhagyó kiállítás is láthatnak majd. Igen, színesíteni fogja a programot. Itt van Vecsésen egy gyűjtő, egy makett gyűjtő, hogy úgy mondja, makettokat csinál. Elsősorban második világháborús, de nem feltétlenül csak az, de most jelen pillanatban, mivel hogy a rendezvény olyan, ezért a második világháborúról egy nagyon komoly makett kiállítást láthatunk majd itt. Nincs ilyen rendezvény tűzoltóautó nélkül? Tűzoltóautó... Abban nem vagyok biztos, úgy volt, hogy jönnek, de a visszajelzést most nem kaptuk meg 100%-osan, tehát ha ők jönnek, akkor ez most meglepetés lesz. Ha esetleg nem jönnek, mert az idejük nem engedi, vagy más elfoglaltságuk, ne adj Isten, lesz, hát attól függetlenül azért nem maradunk programok nélkül. Kerek a káposzta, csipkés a levele címmel harmadik alkalommal rendezik meg a népdalkörök találkozóját Vecsésen. Április 24-én 16 órától számos népdalkör, kórus és zenészat szórakoztató színvonalas műsort a Bálint Ágnes Kulturális Központban. A harmadik Kerek a káposzta népzenei találkozó lesz április 24-én 4 órakor, és hogy ne hagyja ki senkit, a fellépők között köszönhetjük újra a Pázmándi népdalkört és citera zenekart, az Ásványrárói népdalkört, elfogadta meghívásunkat a Hévíz Györfi asszony kórus, az Inácsi férfi kar, újra itt lesz a színpadon a Bugyi népdalkör, Légrádi Eszter, Légrádi Noémi, Zsíros Tímea, és lesznek új vendégeink, a Párkányi Szivárvány énekkar és a Rozmarány tánccsoport. Nyilván a bőség zavarával küzdenek, amikor a jövendő potenciális meghívottak listáján böngészik, mégis mi alapján választanak? Vannak állandó vendégeink, akiket semmiképpen nem hagyhatunk ki a meghívottak listájából, hiszen nagyon szeretünk velük együtt zenélni, és a Párkányiakkal egy novemberi EGRI fellépésen találkoztunk, méghozzá egy boros pincébe, amikor is elmentünk zenélni, és ők is ott voltak és csatlakoztak hozzánk. Kiderült, hogy ők is egy énekkarnak a tagjai, és felvettük velük a kapcsolatot, és végül is így kerültek most a meghívottak közé ők is, és szeretettel el is fogadták, sőt, ők is meghívtak bennünket Párkányra, úgyhogy április 23-án, tehát szombaton mi megyünk hozzájuk, és másnap ők jönnek hozzánk. Nem lesznek kipihentek, gondolom. Nem, így van, de nem baj, mert hát igazából az énekléssel teljesen felüdülünk, mi is náluk, ők meg reméljük, hogy nálunk. Milyen dalok hangzanak majd el? Hú, hát én csak a mi népdalkörünkről tudok nyilatkozni. Mi szilárdsági dallamokat fogunk játszani, és egy lendvai boros dalcsokrot. És hát gondolom, hogy minden népdalkör vagy aktuálisan ilyen tavaszi vidám dalcsokrot hoz, vagy éppen ami jelenleg a repertoárjukban van, ez meglepetés szokott lenni mindig, úgyhogy itt derül ki a színpadon. Milyen instrukciókat vagy támpontokat adnak a meghívottaknak, hogy körülbelül milyen hosszú legyen a fellépés, ők milyen jellegű dalokat szeretnének majd itt a Vecsési színpadon látni? A támpontot annyira szoktuk csak megadni, hogy 10 percnél ne legyen hosszabb, mert ugye elég sok népdalkör van, és nehogy visszaéljünk a türelmükkel, bár nem szokott gondot okozni.
Attól függ, hogy milyen összejövetelről van szó. Ugye a karácsonyi koncertünkön egyértelmű, hogy karácsonyi dallamokat várunk. Amikor ezt a tavaszi összejövetelt találkozót szervezzük, nem kell igazán mondani, mert mi is tudjuk, ha megyünk, illetve azért gyakorlott népdalkörökről van szó. Ilyenkor mindig valami vidám dalcsokrot állítanak össze, amivel felvidítják a közönséget is. A dalukban megjelenik-e majd a rendezvény címe, hogy Kerek a káposzta? Ezzel szoktunk nyitni. Nem véletlenül lett ez a címe természetesen ennek a népzenei találkozónak, hiszen Vecsésen vagyunk, és a káposzta ugye nagyon közel áll a város nevéhez, ezért gondoltunk valami frappáns címet, és mindig ezzel a dallal nyitunk, hogy kerek a káposzta, csipkés a levele, ezt elénekeljük, megénekeltetjük a közönséget, és ezután kezdődik csak maga a fesztivál, illetve az előadás. Az első két kerek a káposzta rendezvénynek milyen messzire jutott el a híre, milyen visszajelzések érkeztek? Úgy tudjuk, hogy nagyon tetszett, legalábbis a visszajáró vendégek ezt mondták, hogy legközelebb is nagyon szeretnének jönni, mert nagyon jól érezték magukat, és reméljük, hogy akik most jönnek először is ugyanígy fognak hazatérni. Német nemzetiségi délutánt rendezett a falusi nemzetiségi óvoda vasárnap a Grassalkovics Antal általános iskola aulájában. A műsorban felléptek többek között Etyekről, Budaörsről, Taksonyról és Iklakról érkezett óvodás csoportok is. Vecsést a falusi nemzetiségi és a Mosolyország óvoda képviselte. Kettő-nullás győzelmet aratott a Vecsési Futballklub legutóbbi mérkőzésén a Veresegyházi VSK ellen. Mindkét gólunkat Kollár Dániel szerezte. A csapat az elmúlt két mérkőzésén nyújtott teljesítményéről és a soron következő meccsekről a vezetőedzőt, Vince Gábort kérdeztük. Legutóbbi beszélgetésünk óta egy vereség, egy győzelem a VFC mérlege. Kérem, értékelje a mérkőzéseket. Telig ilyen hullámvasút szindrómába szenvedünk, egyszer fent, egyszer lent. Szomorú voltam múlt héten, hogy 1-0-ra ki tudtunk kapni idegenbe. Az idegenbeli mérlegünk nem annyira jó nézve az eddigi mérkőzéseket. Ezen próbálnánk javítani, de valamiért mindig a csapat másik arcát mutatja idegenbe. Ebbe fejlődnünk kell. A legutóbbi hazai mérkőzésünket sikerült megnyerni, ez egy nagyon fontos mérkőzés volt. Mindazonáltal, hogy múlt héten vereséggel jöttünk haza, és nyilvánvalóan, hogy a Veresegyháza nem csak azért, mert hogy Veresegyháza, hanem a volt edzőjük, jó pár játékosnak a Flóri a volt edzője volt,
Tehát ezért is fontos volt, hogy ők bizonyítsák azt, hogy igenis ez a vecsés jó irányba halad nélküle is, bár ő szép időszakokat töltött itt, de azt mondom, hogy így azért jó volt levonulni a pályáról, hogy tudtunk ellenük nyerni. Minek tudható be, vagy hogyan lehet azon változtatni, hogy idegenben jobban játszunk, vagy legalábbis jobb eredményeket érjünk el? Hát ezt meg én is próbálom megfejteni. Szerintem ez csak mentális dolog. Nem tudom, miért vagyunk idegenben egy kicsit tompábbak. Bár most hazai pályán is a második fél időben már azt a oldalunkat mutattuk, hogy tompán jöttünk ki. Hiába mentünk be az első fél időbe 2-0-ás vezetéssel. És ahelyett, hogy a másodikban kivégeztük volna a Veresegyházát, egy ilyen nagyon langyos vecsést láthatott a közönség a második fél időben. Hát ezeket kell valahogy kijavítani. Még a megoldást nem nagyon találom, de próbálkozom. A hét az nagyon sűrű lesz, fogok tudni megint tapasztalatokat gyűjteni, holnap kupamérkőzésünk van Tápiószecső ellen, vasárnap pedig megyünk a Turához, ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, szintén idegenbe, tehát a héten két idegenbeli mérkőzés lesz, remélem, hogy javulni tudunk. Hány szurkoló kíséri el ilyenkor általában a csapatot? Hát ez változó, mert ugye meghatározza azt, hogy milyen messze megyünk. De általában azért el szoktak jönni. Most így neveket igazából csak a Gyurit ismerem, sőt van egy idősebb úr, akinek szégyellem a nevét, nem tudom, de őt a buszra is mindig fel szoktuk engedni. Ő nagyon-nagyon lelkes, ő mindig itt van velünk. Jövő étre már megtanulom a nevét, igényre. Milyen a fizikai állóképessége, erőnléte a csapatnak? Mert említette, hogy mentális téren legalábbis a koncentrációt illetően, vagy legalábbis az idegi fáradtságot illetően ott még van javítani való. Hát szerintem fizikálisan a csapat rendben van. De mivel a mentális oldala is ott van, ezért a kettő ez nagyon-nagyon összefügg. Ugye hiába van fizikálisan egy ember kitűnő állapotban, vagy a kitűnő alatt egy picivel, de közepesnél jobb állapotban lévő. Ha mentálisan gyenge, akkor nem fog tudni ez kijönni belőle. Tehát sajnos a mentális része a futballnak, mint csapatsportnak nagyon-nagyon befolyásolja a teljesítményt, hiába van mondjuk a csapat jó állapotban, tehát rányomja a bélyegét sajnos. Ilyenkor egy-egy győzelem mennyire motiválja a csapatot, illetve ezt meg is fordíthatnám a kérdést, hogy egy-egy vereség az mennyire hangolja le őket. Mi a tapasztalat? Hát a tapasztalat az az, hogy hamar kijövünk belőle, hogy ez az osztálynak a erősségéből adódik-e, hogy még ilyen kétmeccses hullámvölgynél a negatív hullámvölgyet nézem, még összese volt nagyobb. Tehát összes is a Dabasgyon ellen itthon x-eltünk, utána Biatorbágy ellen x-eltünk, de ilyen nagyobb hullámvölgy utána nem volt, egy vereségünk volt még, abból egyből kijöttünk. Most ugye már van két vereségünk, x-ünk is, tehát összességében így hétről hétre kijövünk belőle. Hát ami nekem picit furcsa, talán az az, hogy miért nem tudunk 6-7 meccset megnyerni zsinórba, hiszen a képességek azok adottak. Azt gondolom, hogy minden mérkőzésen a lehetőségek is adottak arra, hogy megnyerjük, csak hát megint itt ez a mentális dolog az, ami közbeszól. Ezen kell nekem valahogy megtanulnom változtatni, hogy ki tudjam őket tolni akár 5-6 hétre is, hogy 6 hétig igenis veretlenek legyünk, és gyűjtsük azt a 3 pontot. Hát reméljük, hogy majd 6 hétig hat. Jelenleg hol állunk a tabellán? Jelenleg még mindig második helyen állunk. 7 pont hátrányunk van a Dabasgyónnal szembe. Ők ugye hétvégén a Török Bálinttal szembe pontokat hullajtottak. 2 pontot, tehát 0-0-át játszottak. Meglátjuk, nekik is nehéz sorsolásuk van, nekik meg most jönnek nehezebb mérkőzések. Lehet, hogy bele fognak hibázni, de hát ez nekünk csak akkor lesz érdekes, hogyha mi hibátlanul visszük végig ezt a hátralévő 7 mérkőzést. Pontosítsuk akkor még egyszer a következő mérkőzést, hogy minél több szurkoló elkísérhesse majd idegenbe is a csapatot. Hát, ha az erősíti őket. Vasárnap fogunk játszani Turán. Az időpontot azt nem tudom, de talán azt hiszem, hogy 16 órától. Nagyon várjuk már a mérkőzést, de hát előtte lesz még egy kupa mérkőzésünk holnap 17 órától Tápiószecsőn. Szeretnénk ezt a kupát megnyerni, vagy legalábbis döntőt játszani. Meglátjuk, hogy mi sikerül belőle.
De azért szerintem legyen egy csatakiáltás, ahogy minden interjú végén szoktam mondani. Hajdá, Vecsés! Köszönöm figyelmüket, önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának április 22-i adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 18 órakor jelentkezünk. Ennek a műsornak az ismétlését megnézhetik vasárnap és kedden 18 órától, valamint szerdán este 9-től. Köszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra! Williams Televízió.